A japán szakura, azaz cseresznye virágzási ünnep nyomán Zalaegerszegen is emlékeztek tegnap a Hevesi Sándor Színház előtt. Az esemény lényegében a szigetországi Toyama és a Zalai megyeszékhely közötti kapcsolatépítés egyik állomása volt. A cseresznyevirágzás Japán egyik legnagyobb ünnepe. Az erre való zalaegerszegi emlékezés, melynek ötlete Pincés Istvántól, a Griff Báb Színház igazgatójától származik, kézenfekvő volt, mivel a szigetországi Toyamával való kapcsolatuk nem új keletű. Ez a szimbolikus esemény azt mutatja, hogy a Báb Színháznak kiváló japán kapcsolatai vannak, hiszen tavaly egy hosszabb vendégszereplésre hívták meg a Szigetországba őket, és ez az idén is így lesz. Japán rendezők dolgoznak a Zalaegerszegi Színházba, és 2011-ben egy japán-magyar baráti társaság is megalakult a városban. Az esemény része volt egy közös faültetés is, amely Koizo Mihiroshi, a Toyamai Művészeti és Kulturális Szövetség elnöke szerint a jövőben a két város kulturális kapcsolatát és barátságát jelképezi majd. Ezt követően a színház emeleti előterében Péntek Imre, a Pannon Tükör főszerkesztője megnyitotta a Japán Élet, Japán Viselet című fotókiállítást, majd a Griff Báb Színház termében közösen emlékeztek a 2011-es japán cunami gyermekáldozataira.